Akkor nagyon tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm testvér településeinket, akik itt van a Karcag, Székelykeve, a többiek úton vannak. Köszöntöm a Történelemegyház helyi vezetőit, és Tóth Péter urat, mint versvándor. Egy nagyon nehéz feladattam neki tegnap, hogy megláttam a biciklin, és mondom, állj meg, de van egy kis munka. Így történt? Így. Szó szerint, úgyhogy, de köszönöm, hogy ide jöttél. A 28. és Szent Miklós napok és a 20. birkafőző verseny az országos. Ez a hagyományok nem megélése és nem ápolása. Ápolni a beteget szokták, megélni a hagyományokat. Tóth Péter úr a hagyomány megélése miatt van itt. A rövid beszédem és az áldások elmondása után fogunk egy Petőfi Sándor festményt avatni, amit 1937-ben festettek. Történelmi úton került szó szerint hozzá, és Kunszentmiklós várost fogja erősíteni, mint hogy a Petőfi év zárása most van lassacskán. Én azt gondolom, hogy ennél nemesebb és szebb feladatot nem tudtunk, hogy a Kunszentmiklós nagy termében eredeti Petőfi festményt avassunk. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök még egyszer, remélem mindenki jól fogja érezni magát. A karcegek az oda fog menni, palacsintát hoztatok? Csöveget. A csöveget az nem tudom kóstolni. Jövőre palacsintát. Jövőre, köszönöm szépen. A bizalmat is, hogy éreztek a polgárosokat. Köszönöm. Mint ahogy jeleztem, hogy rövid leszek, mint még egyszer ismétlen magamat. A 10 év, 9 év előtti nyugdíjas klubba, aki itt volt, azt már tudja, aki nem. Elkezdtem hosszú beszélni, és mondták, hát nagyon jó, de inkább egyébként tudunk sokkal jobban áll mindenkinek. Úgyhogy ez egy laza rendezvény, se nem politikai, se nem történelmi, se nem valami hatalmas nagy egyetemi dicsérő beszédek elmondása. Én ebben mindenkinek jó szórakozást a 2,5 napra. Köszönöm, hogy még vasárnap is van feladatom Kunszentmiklós városban, hogy nem tudok jót aludni, de most nem fogok unatkozni. Én a Történelmi Egyház vezetőjét megkérem egy rövid áldással, Kunszent Miklós várost, Magyarország lakosait és mindenki, aki megjelenik a rendezvényen. Köszönöm szépen! Mielőtt átvennénk a szót, igen? Én is megköszönöm, hogy oda-vissza! Jó, mielőtt az áldást mondom, hogy bemutatkozom, Jávorka Lajos vagyok, egy év óta vagyok itt a katolikus közösség plébánosa, és az egyik nagy örömöm, hogy egy ilyen fantasztikus jó embernek, a Vangelin bratyának lehetek utódja, akit tanárom is volt, plébánosom is volt, és mindig barátom volt, és nagyon boldogan vagyok itt. Ő egy paptestvérünk édesanyjának a temetésére ment, üdvözöl mindenkit szeretettel. Másik nagy örömöm, hogy a testvéregyházakkal, reformációkkal, pünkösdiekkel, tényleg testvéri kapcsolatom, és ez egy óriási áldás. Azt remélem, hogy a város számára, és hát nem csak a mi híveink számára, a városnak is jó ez, hogy nem szentbálunk, hanem egymást erősítjük, bátorítjuk, éppen most elveszünk, jövő szombaton majd együtt lépünk föl, és még nyitott templomok éjszakáján, amire meg a helyveléket fogom hívni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket, köszönjük, hogy mindannyian a te gyermekeid vagyunk, határon innen és határon túl, protestáns és katolikus közösségek tagjai, és mindazok, akik városunkért és városainkért és hazánkért akarunk valamilyen szolgálatot vállalni. Áld meg ezt a közösséget, áld meg azokat, akik ide jönnek hozzánk, hogy megtalálják az örömöt, a kultúrát, a barátságot, az igazi jó hagyományoknak a gondozását, továbbvitelét. Petőfi örökségét is. Így áldja meg a rendezvényt, és áldja meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Teremtő mennyei édesatyánk,
köszönjük neked a gyökereinket, a hagyományainkat. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ide születhettünk Magyarországra, ebbe a földi paradicsomba. És kérünk a te bocsánatodért bennünket, hogy olyan sok tekintetben hagytuk tönkre menni. Urunk, te add meg nekünk, kérünk, hogy ismét birtokba vehessük. Úgy, ahogy ősi örökségünk méltán ápolható, azzal a szeretetteljes egyetértéssel, összmunkával, ami mindig ott van a te áldásod. És kérjük is most a te áldásodat erre a közösségre. És nem csak testvérvárosainkra és lakóira, nem csak Hunszentmiklósra és lakóira, hanem az egész hazára, Árvától Krassó Szörényig. Kérünk, te áld meg mindazokat, akiknek együtt dobban a szíve, akik együtt imádunk téged, akik ezen a nyelven dicsérünk. És te add meg, Urunk Istenünk, hogy szent lelked gazdagságából juthasson mindazoknak, akik idejöttek a Kárpát-medencébe, őseink földjére. Áld meg, Urunk Istenünk, kérünk ezt a hazát, áld meg annak népét, ami magyar nemzetünket, és áld meg bennünket ezen a két napon, és kérünk, Urunk Istenünk, a rendezvényekért is, a te áldásodért, hogy valamennyien gazdagodva és téged dicsérve térhessünk meg majd. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Amen. Péter, légy szíves. Köszönöm szépen. Meg a juhász szamár. Földigér alá. Nagy a legény, de nagyobb boldogtalansága. Gyepesranton furuját legelészet nyája. Egyszer csak azt hallja, haldoklik babája. Fölpattan a szamárra, hazafelé vágtat, de már későn érkezett. Csak holttestet láthat. Elkeseredésében mit elhetett tőle? Nagyot ütött botjával a szamár fejre. Pusztán születtem, a pusztán lakom. Nincs födeles, kéményes hajlokom. De van cserényem, van jó paripám. Csikós vagyok, az alföldi rónám. Szőrén szoktam megülni a lovat, ha ide vagy oda utam akad. Nem szükséges a nyereg a kápán, csikós vagyok, az alföldi rónám. Gyócs a gatyám, patyolat az ingem. Nem vettem. A rózsám varta. Ingyen. Hely ma holnap az én piros rózsám. Csikós né lesz az alföldi rónán. Nagy szeretettel köszöntöm én is önöket ezzel a két Petőfi verssel. Ugye Megy a Juhász Szamáron című verset, a Pusztán születtem címűt írta itt Petőfi, és még egy harmadikat. Hunszentmiklóson köszöntöm önöket Petőfi Sándor szülővárosában. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy Petőfi itt született, hogy megírta a Pusztán születtem című versében, Pusztán lakom, ugye ez hunszentmiklósi keltezéssel. És ez ennyire egyszerű, kérem szépen, mert amikor Kiskun Félegyházán jártam, akkor ott a polgármester fölállt, és azt mondta, hogy Petőfi megírta azt, hogy itt születtem én ezen a tájon, az Alföldi, ez a város születésem helye. Ott van Kiskun Félegyházán. Innentől kezdve Félegyházán született Petőfi. Szóval egyébként a Petőfi emlékében annyira újra és újra följön, hogy hol született meg, hol halt meg, és mindenki megegyezik abban, a kiskörösiek, a szabadszállásiak is, és mindenki, hogy az a jó, hogy ennyi helyen megszületett, és ennyi helyen meghalt, mert ez tovább viszi az ő örökségét. Szóval Petőfi írt ezt a három verset, és azért vagyunk mi büszkék, mert az majd 1000 verséből összesen 3 olyan van, aminek a vers címében beleírta annak a városnak a nevét, ahol ő azt írta. És az a vers a búcsú Hunszentmiklóstól, ami egy nagy mulatságnak a vége, és még önök maguk még egy nagy mulatság előtt vannak, de azt gondolom a következő két napban, főleg esténként lesz egy villanás majd, amikor ennek a Petőfi versnek a szövege úgy bejön majd itt a főtéren önöknek is. Szól a kakas, innen-onnan virradóra, kirigattunk, takarodjunk nyugovóra. Hely ennek a mai napnak nagy az ára. Tom, sokáig fáj belé a kezem szára. Fáj az én jobb kezem szára véghetetlen, mert
nagyon sok telt palackot emelgettem. De ha a fáj is a karom, tán utoljára, fölbírom még e palackot búcsúzásra. Ki veled bor az üvegből, telesírom könnyeimmel két szememből. De magam sem tudom én, hogy az majd benne fájdalomnak vagy örömnek lesz-e könnye. Mostanában a kedvemnek megtelése, fájdalomnak és örömnek vegyülése. Az örömem onnan ered, mert itt voltam, el kell mennem, innen ered a fájdalmam. Kiskunsági Szent Miklósnak ifjú népe, benyitottál a szívemnek közepébe, hely pedig e szív közébe, szentek szente, nem sok ember fordult meg még eddig benne. De kinek meg? Helyet adtam egyszeriben, az ugyan ki soha többé nem megy innen, ezután úgy nézzetek hát a szemembe. Rabok vagytok mindörökre. Mindörökre a szívembe. Hát közöttetek, ha újra visszatérek, lesz emléke e barátság ünnepének? Ünnep volt ez a barátság szép ünnepje, nem is hiszem, hogy valaki elfeledje. Mostanáig itt rigadtunk tennap déltől, nem csoda hát a kissé a fejem szédül. De azért jól tudom ám, mit műveltünk. Ettünk, ittunk, táncot jártunk, énekeltünk. Ilyen a magyar mulatság, már hiába, ha hiszik, hát jár a nyelve, jár a lába. Hely, csak oly gyors volna a hunnya haladása, mint lábának, hogyha táncol a mozgása. Hanem hiszen száz szónak is egy a vége. Legyen rajtatok, barátim, áldás, béke. Legyen oly víg, mint halálig a pályátok, amilyen vígak valamennyi ma valátok. Hely, ha volna ősz, elszállna már a gólya, mennék én is már, amíg egy szóm nem volna. Kimondjam-e, hogy ne mondjam? Ne, kimondom. Mit szóltok rá, mit nem szóltok, semmi gondom. Amut virít Szent Miklósnak egy rózsája. Csak soha ne is néztem volna rája. Hogy ha már megbűvölt édes arculatja, hadd lennék én, aki őtett, leszakasztja. Érezzük a hogy nem szakítjuk le a festményt is. A festményt 1937-ben festették, egy restaurátorosan átment. Mártikának nagyon köszönöm, hogy ilyen gyorsan bekeretezte, mert keret nélkül kapta meg. Azt gondolom, hogy a legjobb helyen van a Kunszent Miklós Városháza a nagy termébe, és még egy pár száz évig mindenki látni fogja, aki utánunk jön. Úgyhogy köszönöm szépen. Aki kicsit közelebb nézzétek meg, hogy egy eredeti festmény került a falra. Mint ahogy mondtam, hogy a hagyomány ápolása és az őrzése a legnagyobb feladatunk. A Petőfi ím zárásaként ez egy nemes tett fog, mert mindenki így látja. Köszönöm szépen!
Tudom, nem tilos átlépni, amúgy bevetnék a pokokba. Aha, hosszú lába között. Aztán milyen a pártó olyan? Én szeretek locsolni. De annak nyugodtan mellé is lehet állni, nem vagyok odatom. Azon van, azért tetszik, hogy szabad van. Így szeretek a partát. Hát segítsetek! Itt a nagy falkot. Elő van öntözve, igényesen. Szakember egyébként. Árdész? Igen. Árdész, most egy. Gyere, fogja bele, most fogja. Ez a rész az árdók. Gyere, odaadom akkor. Mindenki. Keresztül mi a kis apjának, akkor egy kicsit. Szerintem mindenki rakna egy kicsit. Úgy. Hát Árdész mutat. A déli fekvésű. Na akkor egy kicsit fordítsuk meg. Pont annyit. Jó. Meg a felelő? Nekem tetszik. Nekem is lehet a párkocsán. Akkor a pistő? Hát ez az ásuk. Ha nem bolás, ne voljuk ezzék. Ott a lapátú. Ne ugye hitessék veletek, hogy ez egy házfák lesz nekem. Nem, az az, az biztos. Én gondolom, hogy ezek fenyők. Azért arra vigyázzatok, ne ugye hitessék. Ne ugye hitessék. Az igazság az, hogy abba bízok a jövőbe, ez fog teremni. Emlékezni fogok rá. És megisszuk a lányokat. Ne kellett volna taposni egy kis körbe, nem? Edvit megisszuk, de igen. Jelentszék a lapátot, ugye? Hát igen, nekik is kell. De mondjuk gerebjével, ha belegondolod. Nem kell megtapos egy kis körbe. Meg kell tapos, nem? Meg kell ütögetni. Az a só. Van itt víz. Van itt annyi víz, hogy... Ja, csak akkor nem nagy jól a családba. Nehogy ne. Vagy itt van. Elég fiatal emberek azt hiszik a Níluson. Hogy a bokor fülj. Rossz a bokor. Én pek rá. Szerintem én súlyen. Inkább nem. Inkább az a gerebébe. Rájöttem én is, hogy jobb kötve. Benne volt a kötve. Épp elég sem. Enyém a szobb bajta. Ezt megtanultam tudom. Ja. Azt mondtam, hogy a lakcipőt nem szeretném, de többiek meg a tolacipőt fétik, úgyhogy... Majd az idő vaskoda. Ezek alatt fognak majd ücsörögni. Úgy legyen. Bűvösben. Kérem szépen. Csak még öntözni kell közben.